Jó, hogy itt vannak velünk. Minden jót mindenkinek. A Napraforgó megújuló energiamagazin ezúttal meginvitálja önöket annak részletesebb kifejtésére, hogy a Napenergia Plus programról szóló friss kormányhatározatot a gyakorlatban úgy értelmezi a portfólió, kormányzati körből megerősített információk szerint, hogy a kormány lezárja a két éve elindított 201 milliárdos lakossági napelemes és fűtéskorszerűsítési pályázatot, azaz nem hirdeti meg a korábban tervezett második pályázati kört, és az így felszabaduló forrásból indítja el a 75,8 milliárdos keretösszegű új programot. Szólunk arról is, hogy a magyar kormány novemberben 60 milliárd forintos programot indít az elektromos autók elterjedésének támogatására. Hallhatnak részleteket arról is, hogy megjelentek a magyar villamosenergia és földgázrendszer 2022. évi adatait bemutató kiadványok, tette közzé a Mavir. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint ahhoz, hogy az évszázad közepére nettó nulla energiarendszer jöjjön létre, és a globális felmelegedés 1,5 Celsius fokosra korlátozódjon, a világnak 2030-ig meg kell háromszoroznia a megújuló energiaforrások beépített kapacitását, és meg kell dupláznia az energiaintenzitás javításának éves ütemét. Beszámolunk még arról is, hogyan látják autóipari szakemberek a mesterséges intelligencia alkalmazását. Az autó.hu és a MAGE konferenciáján jártunk. Szóval tartsanak velünk, de mindenek előtt hírcsokrunk következik. A Napenergia Plus programról szóló friss kormányhatározat a gyakorlatban azt jelenti a portfólió kormányzati körből megerősített értelmezése szerint, hogy a kormány lezárja a két éve elindított 201 milliárdos lakossági napelemes és fűtéskorszerűsítési pályázatot, azaz nem hirdeti meg a korábban tervezett második pályázati kört, és az így felszabaduló forrásból indítja el a 75,8 milliárdos keretösszegű új programot. Összefoglaljuk röviden, hogyan jutottunk idáig, és ez mit jelent, mondja a portfólió. 2021. augusztusában tette közzé a kormány a lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva című felhívást a helyreállítási és energiaállóképességi terv keretében. Számos módosítás után az volt az ígéret, hogy a pályázat második körét tavaly őszre előrehozzák, aztán szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt úgy módosult az ígéret, hogy a pályázat második szakaszáról az uniós támogatások felhasználásáról szóló hivatalos megállapodást követően születik döntés. Azóta télen megszületett a hivatalos megállapodás a kormány és az Európai Bizottság között az 5,8 milliárd eurós helyreállítási program támogatási lábáról, majd augusztus végén a kormány beadta hivatalos kérelmét 3,9 milliárd eurónyi helyreállítási hitelre, valamint 0,7 milliárd eurónyi RevPower EU támogatási részre. Most ennek az úgynevezett fejezetnek a brüsszeli jóváhagyási folyamata zajlik, illetve tárgyalnak az eredeti 5,8 milliárd eurós támogatási kérelem legszükségesebb módosításairól is. Éppen ezt a tárgyalási folyamatot érinti a kormány friss határozata, amely a bruttó elszámolási rendszerrel együtt bejelentve a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kormány lezárja a két éve elindított napelem és fűtéskorszerűsítési pályázatot, nem hirdeti meg a második kört, hanem az így felszabaduló keretet beforgatja az újonnan meghirdetett 75,8 milliárdos Napenergia Plus programba. Ezzel a 2024-től bruttó elszámolásba kerülő családok számára tervez 65%-os támogatást nyújtani a napelemek és tárolók együttes telepítéséhez. Gyakorlatilag tehát az új pályázat is
EU-s pénzből menne, miután a kormány lefolytatja a bizottsággal a szükséges tárgyalásokat. Szijjártó Péter jelezte, hogy 60 milliárd forintos programot indít a kormány az elektromos autózás támogatására. A kormány novemberben 60 milliárd forintos programot indít, és az elektromos autók elterjedését támogatják ezzel. Ebből egyrészt a töltőhálózatot fejlesztik, másrészt kedvezményt nyújtanak elektromos járművek vásárlására, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Méghozzá a kínai Shenzhenben történt a bejelentés. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a novemberben induló programban 30 milliárd forintból a következő 2,5 évben 170 új nagykapacitású elektromos töltőállomást építenek Magyarországon a legforgalmasabb utak mentén. A másik 30 milliárd forintból pedig lehetővé teszik, hogy a cégek például az egyéni vállalkozások, a taxisok, az automegosztással foglalkozó társaságok kedvezményesen támogatással vásárolhassanak elektromos járműveket, kisbuszokat vagy kisteherautókat is, tájékoztatott. Szijjártó Péter az európai és a globális gazdaság gerincoszlopát adó autóipar forradalmi átalakulásáról is beszélt. Ennek szavai szerint hatalmas jelentősége van a környezetvédelem szempontjából is. Elmondta, ma a világon a károsanyag kibocsátás 14%-áért a közúti közlekedés felel, a buszok, az autók, a kamionok, a teherautók. És ha a közúti közlekedést nem tudjuk átállítani elektromos alapokra, akkor a klímaváltozás elleni küzdelem is kudarcot fog vallani. A környezetvédelmi célokat sem tudjuk majd elérni. Kiemelte, Magyarország vezető szerepet játszik a szektor elektromos átállásában. Nagyon rég volt már olyan, mondta, hogy a globális gazdaságot meghatározó technológiai forradalomban Magyarország élenjáró lett volna. Szerinte ez óriási teljesítmény egy akkora országtól, mint Magyarország. A miniszter tudatta, a kormány tervezett támogatási programjáról tájékoztatta a nap folyamán a világ legnagyobb elektromos autógyártójának számító kínai BYD elnökét, aki ezt üdvözölte, különösen annak fényében, hogy a vállalat néhány napja kezdte meg járművei forgalmazását Magyarországon. Szijjártó Péter arra is kitért, hogy a BYD számára Magyarország fontos piac, ráadásul elektromos buszokat gyárt már ma is Komáromban a cég. Aláhúzta a miniszter, az elektromos autóipar át fogja venni a hagyományos autóipar helyét, ha tetszik, ha nem, ez tény, és ezen változtatni nem lehet. Itt a kérdés csak az, hogy Magyarország élen szeretne járni, vagy le akar maradni. Megjelentek a magyar villamosenergia és földgázrendszer 2022. évi adatait bemutató kiadványok, tette közzé a Mavir. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal és a Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT, valamint az MEKH és az FGS Földgázszállító ZRT közös kiadványai a Magyar Villamosenergia és Földgázrendszer 2022. évi működésének legfontosabb adatait foglalják össze. Az évente megjelenő jelentések többek között ismertetik a villamosenergia és földgázszektor működési modelljét, az engedéllyel rendelkező társaságok legfontosabb jellemzőit, valamint bemutatják az ágazatok legfontosabb működési adatait, illetve az országos villamosenergia és földgázfelhasználás és forrás szerkezetet. Az idei kiadványokból többek között kiderül, hogy a tavalyi nemzetközi energiaválság ellenére Magyarország energiaellátása mind a villamos energia, mind pedig a földgáz tekintetében biztosított volt. Az autóipar hatalmas energiafogyasztó, és miután a megújuló energiaforrásokra is igyekeznek támaszkodni, az egész folyamatban egyre fontosabb szerepet tölt be a mesterséges intelligencia. Erről szólt a következő beszámolónk.
Kőbányán az Eiffel Műhelyház ezúttal nem a zenei élmények, hanem a jövő technológiájának helyszíne volt. Az autopront.hu és a Magyar Gépjárműipari Egyesület közös szervezésében került megrendezésre a Fenntarthatóság útján az autóipar című konferencia, amelyet Kilián Csaba, a MAGE ügyvezető főtitkára, és dr. Nagy Ádám, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium iparügyekért felelős helyettes államtitkára nyitott meg. A három szekcióból álló járműipari szakmai találkozón a mesterséges intelligencia gyakorlati kihívásai, a hatékonyság és a fenntarthatóság kapcsolata, valamint az önvezetés és az elektrifikáció témákban hallhattak előadásokat és szerezhettek az alkalmazáshoz nélkülözhetetlen információkat a résztvevők. A konferenciát a szervezők részéről megnyitó Kilián Csaba, a Magyar Gépjárműipari Egyesület főtitkára kiemelte, hogy a rendezvény az autóipar legújabb, leginnovatívabb fejlesztéseibe ad betekintést, bemutatva azt, hogy a mesterséges intelligencia, a digitalizáció, az elektrifikáció hogyan nyit új utakat, lehetőségeket az ipari termelésben és a fenntarthatóság területén. A főtitkár rövid helyzetképet is adott. Azt hiszem, hogy még nagyon az elején tartunk azért az autóiparban, bár vannak olyan cégek, akik mondjuk inkább a nagyobbak, az OEM-ek és a Tier 1, Tier 2-es cégek, ahol nagyon komoly fejlesztések vannak már, és megfigyeljük, hogy mind a gyártásban, termelésben, mind a tervezésben ott van már a mesterséges intelligencia, és különböző stratégiákat is felállítanak, hogy hogyan lehet még inkább hasznosabbá tenni a különböző termelési folyamatokban. Természetesen itt a munkaerő oldaláról is ugye megjelentek különböző megoldások a mesterséges intelligencia oldalán, illetve megjelentek különböző félelmek is a munkaerő oldalon, hogy vajon kiszorítja a mesterséges intelligencia a dolgozókat, és kevesebb munkaerőre lesz szükség. Itt elhangzott az előadások során is, hogy inkább a képzésre kellene nagyon sokat fektetnünk be annak érdekében, hogy megértsék, hogy mire használható ez a mesterséges intelligencia, és talán a mesterséges intelligencia igenis hozzájárul ahhoz, hogy még hatékonyabban tudjanak termelni, gyártani, fejleszteni a magyar mérnökök. A kőbányai Continental gyár mérnökei vastagon érintettek ebben a folyamatban, ahogy Keszter Róbert ügyvezető részletezte is a konferencián. Continental Budapesten egy nagyon nagy munkaadó, 2500-an vagyunk a kőbányai gyárunkban, és 300 kollégánk dolgozik itt Budapesten, többnyire egyébként home office-ból, azon, hogy mesterséges intelligenciával a vezetés támogató rendszereket fejlesztenek. Ezek olyan mesterséges intelligenciák, amelyeket a kamerarendszereinkbe installálunk, és akkor a kamerarendszerbe segítenek nekünk fölismerni a közlekedési táblákat, a jelzőlámpát, a gyalogosokat, a sávokat, a körülöttünk lévő autókat, tehát ennek a környezetnek a felismerésén dolgoznak a kollégáink, és ezek olyan megoldások, amelyek ma már kint vannak a közúton a széri autókban. Merre van előre? Tehát az ember már manapság is úgy gondolja, hogy hát most már aztán tényleg annyi minden van, ilyen típusú fejlesztés, hogy mit lehet még hozzátenni? Több dimenziója van a dolognak, az egyik a technikai fejlődés, tehát technikailag tudjuk ezeket a rendszereket pontosabbá tenni, megbízhatóbbá kell tenni, illetve jobban összekötni egymással, hiszen ma a vezetéstámogatás az különálló rendszerekből tevődik össze, és akkor ezek egyszer össze fognak érni egy egységes rendszerre, és akkor lesz ugye az önvezetéskor, amikor ezek a vezetéstámogató rendszerek ki fogják váltani a legnagyobb veszélyforrást az autóban, a vezetőt. Ez az egyik irány. A másik pedig ugye nyilván ebben az iparágban nagyon fontos a költségcsökkentés. Minél megfizethetőbbé kell tennünk ezeket a rendszereket, hiszen jelen pillanatban elsősorban a felső kategóriás autók azok, amik fel vannak szerelve ezekkel a rendszerekkel, és szeretnénk, ha ehhez mindenki hozzáférhetne, szeretnénk, hogyha ez a legegyszerűbb autókban is ott lehetne ez a technológia. Dr. Keszter Róbert a Continental kapcsolódó tevékenységéről tartott prezentációt. Cégünk Magyarországon egyik úttörője a mesterséges intelligenciának. 2018-ban nyitottunk egy fejlesztőközpontot itt Budapesten, ahol a termékeinkhez használt mesterséges intelligenciát fejlesztjük. Ugye ezek azok a neurális hálók, amiket a kamerarendszerünkbe használunk arra, hogy felismerjék a jármű környezetét, és akkor az így felismert információból
tudunk jó döntéseket hozni arra, hogy támogassuk a gépjármű vezetőit. Ebben a központban jelenleg 300 kollégánk dolgozik, és a célunk az, hogy 500 főre bővítsük a következő 2 évben. És nyilván ez a háttér ad egy olyan helyzeti előnyt nekünk, hogy a szervezetünk többi részeibe is tudjuk használni a mesterséges intelligenciát, vissza tudunk nyúlni erre a tudásbázisra, amit itt a kollégáink fölépítettek. De ma egy kicsit másról akarnék beszélni, ugye arról, hogy lehet a kelet-európai környezetben, itt Magyarországon hatékonyan gyártást üzemeltetni. A gyártás, az autógyártás az elmúlt években nagyon sok változáson ment át, nagyon sok kihívással nézünk szembe. Ugye néhányat felírtam ide az ábrára, de nem fogom mindet elmondani, összességében azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt 5 évben a vezetői feladat komplexitása az sokszorosára nőtt. A mai menedzsmentnek, a menedzsereinknek olyan helyzetekben kell döntést hoznia, amikkel soha korábban nem találkoztak, amire nincsenek múltbeli információik, nincsenek tapasztalataik, és ez nem csak egy dimenzióban van így, hanem nagyon sok dimenzióban. És ezek a dimenziók azok, amiket itt felsoroltunk. És a kérdés, hogy tud egy menedzser ebben a helyzetben jó döntéseket hozni. Ugye hagyatkozhat a gyomrára, vagy hagyatkozhat a múltbeli tapasztalatára, vagy hív magának valamilyen segítséget. És nyilván az a kérdés, hogy honnan tudunk segítséget kapni, és az egyik jó válasz, ugye ez a mesterséges intelligencia. A mesterséges intelligencia egyik nagy előnye, hogy segít a komplexitást kezelni, segít olyan nagy mennyiségű múltbeli információt feldolgozni, ami egyébként emberi észre már nem lehetséges, és segít egyébként jelenidejű információkat is feldolgozni, hiszen megvan minden képessége erre. Úgyhogy ha azt gondoljuk, hogy nehéz a helyzetünk, komplex szituációba kell döntést hoznunk, akkor ez mindenképpen egy jó válasz, hogy forduljunk a mesterséges intelligenciához. És ugye ez nem csak gyártási környezetben van így, ez így van akkor, amikor a ChatGPT-t használja valaki, így van akkor, amikor a vezetőtámogató rendszerünk a mesterséges intelligencia alapján ismeri fel a környezetet, hiszen ott is annyi információ van, amit nagyon nehéz emberi szemmel és emberi észsel felfogni. És így van akár az orvostudományban, a génkutatásban, vagy a gyógyszerkutatásban, tehát nagyon sok olyan helyen tudjuk használni a mesterséges intelligenciát, ahol a komplexitás a legnagyobb kihívás. És ugye, ahogy mondtam, a járműgyártásban ez az egyik legnagyobb kihívás jelen pillanatban, aztán nyilván itt regionálisan Európában küzdünk sok más kihívással is, és az is egy kihívás egyébként, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztésében Európa ugye azért nem az éllovas, az Egyesült Államok, illetve a távol-keleti nagyhatalmak sokkal előrébb járnak nálunk, úgyhogy nekünk ez is egy fontos szempont, hogy őket minél jobban megközelítsük, vagy minél jobban utolérjük ezekben a témákban. Viszont, ahogy a beszélgetésben itt a kollégák sokszor kérdezték, hogy van-e vajon mesterséges intelligencia stratégiája a vállalatoknak, én azt gondolom, hogy nem mesterséges intelligencia stratégiára van szükségünk, hanem versenyképességi és hatékonysági stratégiára, hiszen a mesterséges intelligencia az ebben egy eszköz. Ugye a gyártásban továbbra is ott tartunk, hogy az alapoknak kell tisztának lenni. Figyelembe kell vennünk a lean gyártási filozófiát, olyan gyártósorokat, olyan megoldásokat kell terveznünk, amik az adott feladatra leginkább alkalmasak, és ez nem a mesterséges intelligencián múlik. Ezt támogatja a mesterséges intelligencia, de ugye nyilván továbbra is a lean alapokat kell szem előtt tartani. Aztán, hogyha a lean alapok alapján megépítettünk egy gyártósort, abban a gyártósorban az automatizálás, az okos automatizálás és más hatékonyságnövelő eszközök alkalmazása fontos, és itt jön egyik eszközként szóba a mesterséges intelligencia, de nyilván a mesterséges intelligencián kívül is nagyon sok más módszer van, ezekről majd fogok beszélni.
És fontos, hogy amit egyszer megépítettünk, azt ne tekintsük egy állandó állapotnak, hiszen folyamatosan változik körülöttünk a környezet, tehát folyamatosan javítanunk kell a folyamatainkat, a hatékonyságokat. Úgyhogy ez is egy olyan dolog, ami a versenyképességünk szempontjából fontos. Szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, hogy távol-keleti versenytársaink ebben a legjobbak. Abban, hogy megnézik, hogy működik egy rendszer, megnézik, hogy működik a szomszéd rendszere, és folyamatosan fejlesztik, és nagyon gyorsan megelőzik azokat, akik egyébként innovatívabbak náluk, vagy akik az eredeti ötletgazdák voltak. És nem szabad elmenni a munkatársak kultúrája mellett. Ugye még mégiscsak ezeket a rendszereket a munkatársaink üzemeltetik, tehát fontos, hogy a vállalati kultúrát azt úgy építsük föl és úgy fejlesszük, hogy az a versenyképességet tartja szem előtt, és a versenyképesség az minden munkatársunknak a fejében legyen ott, tudja, hogy miért jön be reggel dolgozni, és tudja, hogy milyen célokat követ, mik az értékei, és nyilván fontos, hogy a menedzsment élenjáróan mutassa. Úgy mondtam, a munkám az a budapesti gyárunk vezetése. A budapesti gyárnak a stratégiáját és a jövőképét hoztam el most példaként. Ugye itt nekünk van egy olyan jövőképünk, hogy mi a jövő gyártását építjük a világszintű versenyképesség érdekében. Ugye a mi gyárunk az szinte minden autógyártónak termelés, Ausztráliától Kanadáig mindenhova szállítunk. Tényleg több 10 millió darabot évente, és az autógyártás minden területét lefedjük. És így ebből következőleg nagyon erős versenybe vagyunk. Nagyon erős az a verseny, egyrészt vállalaton belül, másrészt vállalaton kívül, amiben szerepelünk, és ezért naponta gondolkodnunk kell azon, hogy tudunk versenyképesebbek lenni. És nyilván csak úgy tudjuk ezt megtenni, hogyha a versenytársaink előtt járunk. Gyárunknak három fő stratégiai célja van, az egyik a vezetői minőség, a másik a vevői megelégedettség, és a harmadik a gyártási költség. Ezeket a célokat tűztük ki, egyébként már kb. 10 éve ezeket a célokat követjük, és aztán egy ilyen gördülő rendszerben mindig toljuk magunk előtt az újabb és újabb értékeket. Vezetői minőség alatt azt értjük, hogy a vezetőink képesek-e a munkatársaikat elkötelezettségre ösztökélni, tudják őket motiválni, tudnak-e olyan vállalati légkört teremteni, ami a sikerre orientál minket. Ezt évente mérjük, ugye van egy cég, akit régen E.ON Hewitt-nak hívtak, most Kincentric-nek hívnak, ők ugye a Best Place to Work nevű felmérésnek a gazdái, és velük dolgozunk együtt 2014 óta, és mérjük az elkötelezettséget, a legkisebb csoport szintől kezdve egészen a gyárigazgatóig a struktúrában, és pontos visszajelzésünk van arról, hogy a munkatársak hogy ítélik meg a vállalat kultúráját és a vezetési minőséget. A konferencián izgalmas panelbeszélgetése is sor került. A téma továbbra is a mesterséges intelligencia volt. Nagyon sok szeretettel és üdvözlettel köszöntök én is itt mindenkit, tehát Barta Gergő vagyok a Deloitte-tól, és gyakorlatilag én a kibervédelmi kockázatkezelési osztályon vagyok a vezetőmenedzser, és a mesterséges intelligencia a Risk Ethics and Governance csapatot vezetem. És gyakorlatilag én inkább a mesterséges intelligencia kockázatkezelésével foglalkozom, és ami most elég jelentős, és így az előző hónapokban így a projektje mellett lekötötte gyakorlatilag az időm nagy részét, az egy átfogó magyarországi mesterséges intelligencia térkép, illetve kutatás készítése. Ez gyakorlatilag novemberben fog megjelenni, és több mint 130 szervezettel készítettünk mély interjút, így Magyarországon elsőként, úgyhogy ajánlom szíves figyelmébe a kedves közönségnek is, nem sokára ingyenesen, publikusan elérhető lesz, és le lehet tölteni, és többek között ugye az autóipar, járműipar, közlekedés, tehát hogy a releváns szektorok is szerepelnek benne. Tehát gyakorlatilag mi itt a Deloitte-on belül az én csapatom, főleg a mesterséges intelligenciának a különböző sérülékenységeit, ezeknek a kontrollokkal történő kockázatoknak a mérséklését, illetve egyéb ilyen etikai konszernyeit igyekszünk megoldani, illetve hát természetesen ilyen stratégiai szempontból is. Köszönöm szépen, és akkor György Tamás úrhoz passzoljuk a mikrofont. Szeretettel üdvözlök mindenkit, én is, az EMIK az ERT-től vagyok. A kérdésre talán nem EMIK az ERT színekben válaszolnék, talán annyit, hogy az én életemben a leginkább a
a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kockázatok azok, amik dominálnak tekintettel arra, hogy van olyan érdekeltségünk, ami a hadipar számára fejleszt hosszú ideje drónvédelmi alkalmazásokat, illetve az űrügynökség számára, a lengyel űrügynökség számára. Igazából sajnos a konkrét apropója az a ennek az egész történetnek, ami ugye a napokban zajlik, vagy hetekben ezek a háborús események. Ezekhez nekünk vannak olyan megoldásaink, rendszereink, amik a kritikus infrastruktúrát védik. Itt nyilván pont azokat a sebezhetőségeket használják ki az ilyen támadások során, amiket azt gondolták, hogy a mesterséges intelligencia maximálisan tud kezelni. Egy érdekesség talán az, hogy azok a fejlesztések, amik nálunk ebben a szegmensben zajlanak, azok sajnos sok olyan dolgot hoztak elő, amire igazából szerintem ma még nagyon sok mindenki nem gondol, hogy képesek vagyunk távolról mondjuk kikapcsolni az elektronikát egy elektromos autóban, hogy képesek vagyunk távolról akár beavatkozni az elektromos, a mesterséges intelligencia által működtetett eszközökbe. Úgyhogy ez volt az egyik olyan konkrét dolog, ami az elmúlt időszakot meghatározta. Most, hogy ezek az események zajlanak, elég sok ilyen jellegű megkeresés is zajlik. A másik talán, ami érdekes lehet, hogy a mi cégünk, ha már az Amikánál maradunk, nem csak autóiparnak dolgozik, hanem világítás technikának is, és ennek keretein belül vannak különböző Smart City fejlesztéseink, bár én ezt a Smart City szót már annyira túl sokszor hangoztatottnak tartom. Ebben a funkcióban szintén mi inkább arra törekszünk, hogy a Safe City funkciók, és itt ugye nagyon sok olyan érdekes alkalmazás van, ami ugye nekünk a különböző okos oszlopokon elhelyezett szenzorok esetében, ami egyébként egy oszlop esetében jelenleg 12 000 adatot tud gyűjteni. Ezeket a szenzorokat tudjuk arra használni, hogy bizonyos folyamatokat megjósoljunk az AI segítségével. A 2016-os körülbelül olyan 16%-os tudásról, olyan 95% körüli tudással rendelkezik a rendszer, azt illetően, hogy hogyan jósolja meg a bekövetkező esetleges bűncselekményeket, eseményeket, és így tovább. Köszönjük szépen. Akkor kedves Hajas Tamás, itt most téged hallottunk egy prezentáció erejéig, úgyhogy mi az, amit még hozzá tudsz tenni? A prezentációban még kimaradt? Igen. Üdvözlök mindenkit, Hajas Tamás vagyok, Mitsubishi Electric munkatársa, én a végfelhasználói csoportot vezetem Magyarországon. Nekünk itt a feladatunk az, hogy a nagyvállalatoknál, középvállalatoknál olyan projekteket találjunk, fejlesztési projekteket, ahol tudunk segíteni a végfelhasználónak, az integrátornak, és lehetőleg Mitsubishi Electric eszközöket vagy rendszereket is használjon a feladatok megoldásában, azért, mert az neki megtérül. Sajnos védelmi rendszerekben mi nem mehetünk, ez ilyen nagy nemzetközi szabályzás miatt, viszont inkább gyártásautomatizálás felé kacsingatunk, főleg autóiparban és elektronikai iparban, de a life science üzletágban is vannak már sikereink. És ami nagyon fontos itt a mesterséges intelligencia oldaláról, hogy ahogy a előadásban is mondtam, itt a Mitsubishi Electricnél van egy csapat, aki Japánban ezzel a rendszerrel foglalkozik, az a MySAR technológia, és a technológia nyomán először a Mitsubishi életében, ugye 10 évvel foglalkozom ezzel, az alkotó elemekbe épültek be a technológia vívmányai, és igazából a predictive maintenance, tehát a megjósolható karbantartásnál van az a lehetőség, hogyha a karbantartás jóslata azt mondja, hogy hamarabb kell karbantartani, mint terveztük, akkor ugye megvédi az értéket, hogy tönkre menjen, ha meg a később, akkor meg spóroltunk munkaerőt, mert nem kell karbantartani az eszközt, tehát ez ilyen egyszerűen jön le először, aztán később ez, hogy amikor egyre több rendszer kell karbantartani, nagyon sok robotot, a robotok online monitoringja által, már nagyon sok alapadatunk is már jóslatot tesz lehetőséget, de igazából, ha a prediktív kártya benne van, akkor vannak olyan adataink, amivel az egész rendszer javítását tudjuk figyelni. És újabban, a legújabb ez a mail-up szolgáltatásunk, ahol pedig már hasonlóan az autógyári prezentációhoz hasonló megoldást tudunk nyújtani, hogy kvázi
a telephelyvezetők vagy a gyáregységvezetők kezébe adunk egy olyan eszközt, amivel már ő saját maga tud bizonyos alapjeleket a mesterséges intelligencia által vezérelni, és én még azt gondolom, hogy ezek ilyen finom hangolások inkább, tehát nem a lényegi döntéseket hozzák meg, hanem finomra hangolják a döntéseket, és ilyen, a Mitsubishi által mindig ilyen óvatosan nyúl ezekhez a rendszerekhez hozzá. Tehát, hogyha a hőmérséket kell változtatni, akkor még nem próbálja a globális felmelegedést is a hatásra lenni az eszköz, hanem csak ott a területen megoldja a problémákat. De amikor nagy rendszerekről van szó, akkor természetesen ez sokat jelent a kis módosítás is. Hamarosan folytatjuk az autopront.hu és a MAGE konferenciájáról szóló beszámolót, de előbb némi kitekintés következik. Ahhoz, hogy az évszázad közepére nettó nulla energiarendszer jöjjön létre, és a globális felmelegedés 1,5 Celsius fokosra korlátozódjon, a világnak 2030-ig meg kell háromszoroznia a megújuló energiaforrások beépített kapacitását, és meg kell dupláznia az energiaintenzitás javításának éves ütemét. A Nemzetközi Energiaügynökség által az évtized végéig üzembe helyezendő további megújuló kapacitás azonban nem éri el a nemzetközi éghajlatvédelmi célok eléréséhez szükséges mennyiséget. A fejlett gazdaságok és Kína várhatóan csak a szükséges mennyiség 85%-át fogja majd telepíteni, míg a feltörekvő és fejlődő gazdaságoknak a jelenleg tervezetnek majdnem kétszeresét kellene kiépíteniük. A nagyfogyasztók fontos szerepét játszhatnak a szakadék áthidalásában azáltal, hogy további beruházásokat eszközölnek a megújuló kapacitásokba, és rugalmas keresletet alkalmaznak az általános energiahatékonyság javítása érdekében. Az elmúlt években ezt a nagy energiafogyasztók, például a kibocsátásuk csökkentésére törekvő magánvállalatok és nagyvállalatok vezették. Ez azért jelentős, mert a globális ipari és kereskedelmi szektor felelős a globális villamosenergia igény több mint feléért, és az energiatermelésből származó globális üvegházhatású gázkibocsátás mintegy 25%-áért. Fókuszban a csomagolás. Újra itt az európai hulladékcsökkentési hét. Ez már a 15. alkalom, hogy az öreg kontinens egy teljes hétre minden figyelmét a hulladékcsökkentésre és a fenntarthatóságra fordítja. Az Európai Hulladékcsökkentési Hét minden évben november végén kerül megrendezésre. A fenntartható jövő érdekében 2009-ben indított kezdeményezésben résztvevő országokban egy teljes héten keresztül lelkes önkéntesek saját ötleteikkel hívják fel a figyelmet a tudatos hulladékgazdálkodásra, a hulladék keletkezésének megelőzésére, a termékek újrafelhasználására, valamint az anyagok újrahasznosításának fontosságára. Az idei hulladékcsökkentési hét november 18-a és 26-a között kerül megrendezésre. Regisztrálni már is lehet október 16-a és november 6-a között, és az Energiaügyi Minisztérium megbízásából idén az Energiastratégia Intézet tölti be az akcióhét magyarországi koordinátori szerepét, és fogja össze országosan a programhoz csatlakozókat. Idén az akcióhét fókuszában a csomagolás áll majd. Ez nem véletlen. A teljes műanyag felhasználás 40%-a és a teljes papír felhasználás 50%-a az Európai Unióban csomagolási célokat szolgál. Ezeknek a mennyiségeknek a jelentős része összesítve 36%-a vész kárba, azaz végzi települési szilárd hulladékként. Amíg a feleslegessé váló csomagolóanyagok 2009-ben 66 millió tonnát tettek ki, ez 2019-re már 78,5 millió tonnára rugott, úgyhogy hatalmas mennyiségekről beszélünk, és az Európai Bizottság úgy határozott, hogy 2030-ig minden csomagolóanyagnak újrahasznosíthatónak kell lennie, annak érdekében, hogy élettartamukat meghosszabbítva a kárba vesző mennyiséget csökkenteni lehessen.
Folytatjuk tehát az autopron.hu és a Magyar konferenciájáról szóló beszámolót, méghozzá a kerekasztal beszélgetéssel, amelynek résztvevői a mesterséges intelligencia alkalmazásáról osztották meg tapasztalataikat. Horváth Iván, azt lehetett érzékelni a prezentációdból, hogy már régóta foglalkozol ezzel a területtel, és igen mélyen, hogy került az életedbe ez a vonal? Alapvetően 20 éve dolgozom a Siemensnél, itt is kezdtem, kvázi mindig is a Siemensnél dolgoztam, és az autóipar volt ez a terület, ahol projektekkel foglalkoztunk, gyárépítések, fővállalkozói projektek, alvállalkozói projektekben villamos kivitelezés és hozzátartozó PLC programozás, és ugye az autóipar, a repülőgépipar, vagy az akkumulátoripar az a terület, ahol nagyon jellemző, hogy a technológiával és a fejlesztésekkel előre fele mennek. Tehát az a terület, ahol minél korábban szeretnék az új technológiát alkalmazni, mert nagyon fontos számukra a hatékonyság. És ezt látom én az autógyárakban, a magyar autógyárakban, és ahol járunk és projekteket megvalósítunk, hogy mindig keresik a lehetőséget, hogy lehetne, ha mesterséges intelligencia vagy bármilyen más szoftveres megoldással fejleszteni a sorokon. Ugye rá tudok csatlakozni ugyanazokra a témákra, amit a kollégák itt előttem is felsoroltak. A Siemens ugye egy nagy multinacionális cég, rengeteget investál ilyen mesterséges intelligenciás területekbe, startupokat vásárol föl, mert mint hogy a prezentációmnak az utolsó fóliájában is szerepelt, azt látjuk, hogy ez a jövő. Tehát mindenképpen ebbe az irányba kell lépéseket tenni, és amelyik cég nem fejleszt ebben az irányba, az előbb-utóbb le fog maradni. Ugyanúgy van a Siemensnek is, későbbiekben mesélek majd róla, van predictive maintenance kapcsán hasonló szoftveres megoldásunk, de például dolgozunk azon, hogy mi rengeteg PLC-s projektet valósítunk meg, hogy lehetne azoknak az idejét rövidíteni, tehát hogy lehetne azt megoldani, hogy egy standardizált programot, egy mesterséges intelligencia minél előbb lefejleszten nekünk, és mondjuk egy PLC programozónak ne nulláról kelljen megírni egy teljes programot, hanem csak mondjuk átnézni egy már megírt programot. Ehhez standardek kellenek, de erre a legjobb példa egy autóipar, ahol mondjuk a PLC programozásnak van egy Mercedesben egy Integra standardje. És erre alapozva már lehet fölépíteni szép lassan a rendszereket, amik jelentősen tudják majd gyorsítani mondjuk egy üzembehelyezést, vagy egy programírásnak a folyamatát. Horváth László következik. Üdvözlök mindenkit, Horváth László vagyok az ACPS Automotive Hungary Kft-től. Az ipari mérnökség tartozik hozzám, mint ipari mérnökség vezetője. Én nagyon sarkítva két csoportra osztanám, hogy hol tudjuk felhasználni első körben az AI-t. Az egyik, amikor belefejlesztjük a termékünkben, és mint egy plusz funkció lesz az AI, illetve a másik, amikor valami terméket akarunk legyártani, és a termelésünkbe implementáljuk bele, hogy támogassa ezt a részt. Mi csapatommal inkább a második részt céloztuk ki, és ezen dolgozunk. Egy kicsit viccesen hangzik, de kicsit tudatlanul kezdtük el az AI-t használni. Egy szoftverünk megjelent egy update-je, és a szoftver feldobott egy, én csak úgy kezdtük el nevezni, hogy okos sugó, amikor is a programozás során a kollega konkrét kérdéseket tudott feltenni, és nagyon pontos és precíz válaszokat kapott vissza a rendszertől, és innentől kezdtük el azt vizsgálni, hogy hogyan is tudjuk ezt minél hatékonyabban használni, hogy a mérnököknek kevesebb ideje menjen el az alapvető dolgoktól. Itt, mint a kollega is említette, hogy lehetne egy olyan PLC-t, amit alapjában végre fel tud építeni maga a rendszer, és utána csak a finom hangolás maradna a mérnökre. És innen jött az, bocsánat, azt akartam még a kapcsolatot, hogy talán innen is jön az, hogy ami nem AI, az nem is létezik, tehát amint előttünk hangzott prezentáció. És innen azt tűztük ki mérnökeimmel, hogy hogyan tudunk olyan piacon meglévő eszközöket, akár egy kódolvasót vásárolni, és a termelésünkbe beimplementálni, aminek már van valamilyen AI alapú funkciója, vagy támogatja az AI-t. És ezzel, mint kisebb lépések, fölépíteni magunknak a gyártásunkat olyan szintre, hogy a későbbiekben a mesterséges intelligenciát maximálisan ki tudjuk használni. Én azt gondolom, hogy mi még gyerekcipőben járunk, akár hogy az alföldi régiót megemlítem, van OEM érdekeltség, ugye a Mercedes, akit nem említenék, inkább mint a beszállítók nevében beszélném ezt, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez számunkra egy hatalmas nagy lehetőség, ami talán nem is egy forradalom, hanem szintén visszacsatolva, ez egy fejlődés, amivel vagy együtt utazunk, és tartjuk vele a lépést,
vagy lemaradunk, de akkor viszont a konkurenciáinkkal, a versenytársainkkal szemben egy hatalmas nagy lemaradást fogunk kiépíteni. Illetve amit még szintén kiemelnék, hogy ami még egy nagy kihívás részünkre, hogy hogyan tudjuk ezt a mérnökeinkkel, a dolgozókkal elfogadtatni, és rájuk megtanítani, megnevelni őket, hogy ezt hogyan tudják használni, és nem azt nézni, hogy hopp, akkor ránk nincs szükség, hanem hogyan tudnak ők egyszerűsíteni az ő mindennapjaikat. Én azt gondolom, hogy maga a technológia fejlődésével ez lesz még egy nagyon nagy kihívás, hogy én nálunk egy hatalmas nagy tehát egy új sornak a fejlesztése során egy mérnöknek rengeteg munka órája benne van abban, hogy egy gyártósort hogy fejleszten ki. Viszont a karbantartásunk az kisebb részt vesz részt benne. És a karbantartónak nem áll rendelkezésére az a mennyiségű óra, mint a mérnöknek rá. Tehát a mérnök az utolsó alátétig tudja, hogy minek mi a funkció és mi kell hozzá. Viszont egy karbantartónak ennek nincs lehetősége. Viszont szeretnénk minél hamarabb, minél kisebb ráfordulásra, a karbantartásnak is megadni azt a tudást, amire szüksége van, és én ebben látok egy nagy potenciált, hogy olyan adathalmazt fölépíteni, amelyet mesterséges intelligenciával egy ilyen online kérdezfelek kialakulhat az AI és a karbantartó között, hogy éppen az, hogy kell neki kicserélnie, mint kell kicserélni, hol akadt el, mint tud neki segíteni. Deloitte-nál a te területeden létezik valami, ami nem tartalmaz mesterséges intelligenciát? Üdvözlök mindenkit, aki megtisztelt minket a mai napon. Ugye én is a Deloitte-t remélhetőleg erősítem a kollégámmal együtt. Én ugye az adat és AI területet igazgatom a Deloitte-on belül, tehát válaszolva a kérdésedre, szinte nincsen olyan terület, ahol ugye az AI nem jelenik meg ennek megfelelően. Még egy kicsit arra is reflektálnék, hogy hol jelenhet meg az AI, kicsit megfordítom magát a kérdést ilyen szempontból, és igazából ahol az ember és az emberi intelligencia megjelenik, ott mindenképpen meg fog jelenni az AI is, hiszen ennek úgymond a leképzése gyakorlati oldalról. Az én területem, vagy az én hátterem az adatból indul. Az adat egy kicsit technológiailag előrébb voltunk az elmúlt években, évtizedekben, mint a mesterséges intelligenciának a fejlesztésével, illetve az alkalmazásával, de a kettő nagyon szorosan összefügg. És ha már az embernél vagyunk, egy hasonlatot mondanék, én aztán úgy mondanám, hogy maga a test az ugye az AI, de ugye ezt etetni kell ugye valamilyen szinten adattal is, hiszen az adatokból dolgozik a maga az AI, és aztán a vérnek mondanám, ami az egész testet körüljár, és ugye ebből is dolgozik, és ezek nagyon szorosan összefüggnek egymással. Tehát az én tapasztalatom az ugye alapvetően az adatterületről jön, de ugye a felhasználás egyre inkább az évek során nagyobb hangsúlyt szerzett ugye magának a mesterséges intelligenciának az alkalmazása. Hogy ezt le is fordítsuk egy kicsit talán az érthető gyakorlati tapasztalatra is. Én egy területet emelnék ki, még erről nem beszéltünk, de szerintem biztos, hogy elő fog kerülni, hogy a generatív AI is ugye az elmúlt időszakban. Ennek egy nagyon nagy hype-ja volt az elmúlt egy évben. És tehát a mi területünkön, én úgy gondolom, hogy az a mi erősségünk, ahol tudjuk segíteni ugye autóipari, illetve egyéb cégeket is, az, hogy nagyon széles körben látunk tapasztalatot, tudunk átültetni egyik területről a másik területre is akár gyakorlati dolgokat, és a generatív AI-nál most két példát mondanék nagyon gyorsan. Az egyik az, hogy pont egy autógyártó cégnél, egy Microsite-nak, tudom, hogy nem a gyártással kapcsolatos, de a Microsite-nak például beletápláltuk az összes adatot, technikai paramétert az adott gépjármű típusnak, ami éppen most jelent meg, és ugye kérdezfelelek módon tudod beszélni intelligens módon egy adott ember az adott dolgokról, például az, hogy hátul van-e ülésfűtés, lehet-e kérni az ülésfűtést hozzá. Ha nem, akkor az alapszéria felszereltségben mi az, ami elérhető. És egy másik példa még, ami talán ugye itt a karbantartással kapcsolatban is ugye összefügg, szintén generatív AI-jal kapcsolatosan, az, hogy nagyon sok úgymond text alapú információt bele tudunk tölteni, és akár ez külföldi, vagy teljesen más nyelven, nyelvezetben, több ezer oldalnyi dokumentumot, nagyon sok ilyen most is úgynevezett proof koncepteket is nyertünk, hogy kereshető lesz. Tehát, hogyha mondjuk egy karbantartó legelőször találkozik azzal az adott problémával, nem kell a fejében legyen az egész tudás, hanem szinte azonnal megnyílik előtte az a lehetőség, hogy emberi nyelven tud beszélgetni egy mesterséges intelligenciával, aki segíti a dokumentációknak az előrehozásában, és nagyon nagy pontossággal tud nekik adni információt, illetve adatot. Többfelé lehetett hallani a prezentációkban a minisztériumi oldalról is, hogy ugye hatalmas kihívás a munkaerő,
és az a szintje a képzettségnek, ami ahhoz szükségeltetik, hogy ezek az alkalmazások ezek ténylegesen működtethetők legyenek. Egy ZRT-nél, az EMIKA-nál elnök vezérigazgatóként gondolom olyan döntéseket kell hozni, hogy mire mennyi pénzt költötök az oktatásra, a képzésre, hogyan jut. Nálunk ez egyébként abból a szempontból most aktuális, hogy a cég életében van egy lehetőség, hogy egy új fém megmunkáló központot építsünk, amit teljesen a nulláról épül. Ehhez van egyfajta támogató szándéka az itthoni hivatalok részéről, illetve a HIPA részéről, erre meg is kaptuk az írásos lehetőséget, vagy írásban megkaptuk a lehetőséget. Ez annyiból különleges a mi cégünk életében, hogy ez egy teljesen zöldmezős beruházás, amit mi szeretnénk az jövőben elkezdeni. Lényegében ezt már el lehetett volna kezdeni, ha tudtuk volna, hogy mi a jó irány. Igazából rengeteg ilyen beszélgetést hallgattam már én is végig, és ezek kapcsán próbáljuk kitalálni, hogy milyen irányt vesz az autóipar maga. Rengetegszer a HIPA-nak is van autóipari rendezvényül, a vállalatok, az autóipari vállalatok, multiknak a vezetői próbálják megfogalmazni az irányt, hogy milyen típusú autók lesznek, hogy fognak kinézni, hogy fogják őket használni. A teljesítmény az megvehető lesz, lényegében 2 hétre használom az autót, 1/2 évre használom, és így tovább. Tehát nekünk most a legnagyobb kihívás az, hogy ehhez a beruházáshoz egyébként olyan szakembereket találjunk, vagy olyan külsős partnereket, akik segítik azt, hogy ne a múltnak, vagy a jelennek építsük ezt az új fém megmunkáló központot, hanem a jövőnek. Tekintettel arra, hogy egyébként a cégünk a Suzuki-nak Tier 1-es beszállítója, és a Gestampon keresztül Audi-nak, Porsche-nak egyéb helyekre gyártunk. Tehát egyrészt nehéz a régi klasszikus tapasztalt munkaerőt pótolni fiatalokkal, mert a fiatalok egy picit más jellegű munkát képzelnek el, mint a fém megmunkálást. Másodszorban ez az üzem lehet egy olyan, ami a jövő technológiát tartalmazza. Egyéb iránt meg a kollégákat igyekszünk duális képzésben fejleszteni és képezni. Pont most voltak a vizsgák egy héten, múlt héten. Vicces módon mindenkinek szuperül sikerült a szakdolgozata, mint kiderült, hogy talán rajtam kívül mindenki AI-jal írta a szakdolgozatát, úgyhogy sikerült mindenkinek a vizsgája kivétel nélkül az EMIKA-nál, de valahol azért ez egy picit rossz is, mert szerintem csak annyit tanultak meg belőle, amit elolvasták az AI által megírt dolgozatokat. Egyéb iránt mi jelentős összeget szánunk arra, hogy azokat a fiatal tehetséges mérnököket megtaláljuk, akik egyébként akár ehhez a Smart City, az autóiparon kívüli témánkhoz, a Smart Cityhez fejlesztenek, illetve a kritikus infrastruktúra védelmihez kapcsolódóan fejlesztenek. Nyilván ijesztőek azok, amiket látunk, és én ezért is próbálom mindig azt elmondani, hogy én a legnagyobb veszélyt abban látom, hogy valójában mindez a változás, ami most van, az egy generáció alatt megy végbe. És emellett ugye változik az emberiség létszáma, míg régen 1 milliárdos növekedéshez kellett 100 év, most kell hozzá 10 év, úgyhogy most vagyunk 8 milliárdan, leszünk 11,5 milliárdan nagyságrendileg, tehát ezeket kell majd tudni kezelni, a városokban élőknek ezt a fajta információ áradatát kell majd tudni kezelni, meg azt a helyzetet is, ami egyébként azt a tehetetlenséget fogja majd hirtelen kísérni, hogyha esetleg ezek a rendszerek hirtelen megállnak, és egyébként személyes példám az, hogy mostanában az egyik telefonszolgáltatónak nem olyan a lefedettsége, mint amilyen régebben volt, és hát sajnos a navigáció az rendszeresen elveszti a kommunikációs kapcsolatot, és egyébként azon az útvonalon én sokszor járok, sokszor nem jó helyen kanyarodok le, túlmegyek, pontosan itt is érzem azt, hogy annyira hozzászoktunk ahhoz, hogy minden ott van, minden működik, az 5G működik, a navigáció működik. Ha ezek valamilyen oknál fogva hirtelen megállnak, akkor azért ennek egy olyan szempontjára is figyelni kell, ami veszélyt hordozhat. És akkor a konkrét kérdés az, hogy igen, az egyik legfontosabb szempont az, hogy olyan fiatal szakképzett munkaerőt találjunk. Általában azt mi nagyjából az egyetemek fiatal tehetségek környékén keressük, meg ilyen rendezvényeken, akik nyitottak arra, hogy eljönnek a cégünkhöz, és próbálunk egy életpályamodellt kidolgozni, hogy ez hosszú távon is megmaradjanak. Gergő, mit tapasztaltatok a felmérés során, hogy ezen a területen, tehát a képzésbe investálás területén mi a helyzet? Hiszen alapvetően azt lehet érzékelni, hogy
ugye itt Magyarországon is programszinten, de ha csak rá googlizunk, akkor látjuk, hogy rengeteg olyan online ajánlat van, amely a legjelesebb oktatási intézmények részéről AI képzést helyez kilátásba, nem is olcsóak nagyon sokszor, szóval hogy megy ez? Igen, köszönöm szépen. Tehát, hogy nagyon sok, elsősorban nagyon sok felsőoktatási intézménnyel, kutatóintézettel beszélgettünk, és látjuk azt, hogy egyre több az AI, illetve az AI-jal kapcsolatos képzések, tehát hogy látszik, hogy tényleg a piacon neki készül rá egyrészt. Másrészt amúgy beszélgettünk a szervezetekkel a különböző akadályokról és kihívásokról, és a munkaerő kompetenciák hiánya, vagy az új tudás tehetség megszerzése egyértelműen mindig a top 3-ba volt valamilyen szinten, amikor akadályokról, problémákról, hiányzó kompetenciákról számoltak be a szervezetek. De ami még érdekesebb, én amúgy ezt top 1-re gondoltam volna, tehát az volt a hipotézis, hogy valószínűleg tényleg ez a munkaerőhiány, meg a meglévő kompetenciák hiánya az első lesz. De ami ennél is fontosabb, amit talán a magyar piacon látunk, hogy nincs meg megfelelő stratégia, tehát hogy a mesterséges intelligencia stratégia hiányzik. Tehát maga az, hogy a szervezetek értik, meg tudják azt, meg itt van a hype, hogy akkor mesterséges intelligenciával foglalkozni kell. Hát többször is ugye már lehetett hallani, hogy ha nincs AI, akkor az a versenyképesség rovására mehet. De ennek ellenére a vezetők nem, inkább a fejekben létezik a mesterséges intelligencia, és kevésbé hoznak létre formalizált dokumentumokat, ami gyakorlatilag, amelynek a része gyakorlatilag a megfelelő tehetségek, technikai képességek és tudásnak is a megszerzése. Tehát, hogy az biztos, hogy ez benne van a top problémákban. Igyekeznek mindenféle tréningprogramokkal, hozzáférésekkel, különböző e-learning portálokkal, képzésekkel itt a munkaerőt megszerezni, de nehéz dolguk van Magyarországon kifejezetten ezzel kapcsolatban. És még talán, ami még érdekes, hogy a mesterséges intelligencia stratégia hiánya mellett, amivel nagyon sokan küzdködnek, az még amúgy a biztonsági és adatvédelmi kihívások egyértelműen. Tehát egyrészt ugye a cyber security rész, ugye a mesterséges intelligencia azért a tradicionális szoftvereken felül újszerű kockázatokat is behoz a szervezeti életbe. Tehát, hogy amitől félnek, ugye egyrészt az ilyen jogszabályi megfelelések, adatvédelem, illetve nyilván ennek a kiberbiztonsági vetülete is. Ennek milyen vonatkozásai vannak a Siemensnél? Kedves Iván. Kiberbiztonságról visszatérnék, de csatlakoznék először az Emikának a felvetésére, hogy milyen gyártósort kell építeni, mert abban van nekem igazán jó tapasztalatom, és rugalmas gyártósort, csak senki nem fogja tudni megmondani, hogy milyen autót szeretnének vásárolni a vevők mondjuk 5 év múlva, vagy 3 év múlva. A 15 év tapasztalatom az, hogy folyamatosan változik az autóiparban. Korábban ugye meg volt ciklikus, hogy mikor hoznak ki egy új autót. Most ez folyamatosan változik, mert lehet, hogy elektromosat szeretnének, lehet, hogy 2 év múlva lesz egy új technológia. Tehát minél rugalmasabb gyártósort építsetek. Ebbe, ha kell, akkor tudunk segíteni persze. De az a lényeg, hogy változtatható legyen. Hogyha az oktatásokra térünk vissza, akkor meg ott olyan embereket, vagy olyan mérnököket kell fölvenni, akik nyitottak a fejlődésre, nyitottak arra, hogy tanuljanak, és nyitottak arra, hogy tovább fejlődjenek, mert nem áll meg a fejlődés itt a mesterséges intelligenciánál, hanem ugyanúgy hozzá az embereknek is alkalmazkodni kell. Az evidens, hogy mit kell tanulni, mire kell képezni az embereket? Pillanatnyilag még nem, de hogy fejlődik a világ, ugye ezek is ki fognak alakulni. Én is láttam ilyen mesterséges intelligenciás képzéseket, csak az a kérdés, hogy az a képzés, amire elvégzed, aktuális tudást ad-e, vagy már nem. És ezért kell folyamatosan képzésekre járni, és folyamatosan képezni magunkat. Tamás, mit látsz a Mitsubishinál? Ez mennyire központi kérdés? A képzés, az irány meghatározás? Igen, a képzés központi kérdés. Mi szeretünk legjobban projekthez kapcsolódóan képezni. Tehát, mint mondtam, mi a projekteket keresjük a kollégáimmal. Ha megvan a projekt, akkor nekünk képezni kell az integrátort, hogy a projektet végrehajtsa, és lehetőleg a legkorszerűbb dolgokat, Mitsubishi lehetőségeket alkalmazza, illetve a végfelhasználót is képezni kell, hogy azokat elfogadja, illetve tudják üzemeltetni. Tehát tervezés oldalon és végfelhasználó oldalon képezzük. A legjobb projekten keresztül képezni, az senki nem érezheti kidobott időnek, pénznek, ha úgy tervezzük, és az egy nagyon, nagyon kedvező költségekkel is jár, ha már projekthez képzünk valakit, és akkor abból kiindulva, ugye gyakorlati tapasztalat is szerezett a munkatárs,
mind a tervező, mind a végfelhasználó, és ott tovább mehet az általános képzések során. Rengeteg képzési nap van a Mitsubishinél, a egyik nagy akkumulátorgyártónál, azt hiszem, hogy 250 képzési nap volt, tehát hogy ott szinte minden nap folytatódnak a képzések, ezek programozói, karbantartói képzések inkább, és ezekben ugye nálunk az eszközökben is már benne van a mesterséges intelligencia csírája, és akkor ezen keresztül kapnak kedvet. Aki tovább szeretne menni, akkor, vagy vezetői szinten, akkor annak a magasabb szintű képzést is meg tudjuk adni, és nagyon gyakran egyedi módon képezünk, tehát nem általános képzéseket írunk ki, hanem a nagyváltoknak a megfelelő munkatársai részére, akit beneveznek, a projekthez kapcsolódóan, illetve a táblati projektekhez kapcsolódóan szervezzük a képzéseket vagy pilotokat. Sokszor a legjobb, ha valamin keresztül tanulunk. Volt egy ilyen régi amerikai, oktatási módszer is, ahol felépítették a házat, és közben megtanulták, mi a derékszög. Tehát így képzelem ezt a dolgot. Köszönöm. Péter, a Deloitte-nál tanácsadóként végül is, amikor ügyfelek jelentkeznek, és a következő középtáv irányvonalát igyekeznek meghatározni a segítségeddel, akkor miket tudsz tanácsolni AI kapcsolatban? Kicsit a Gergőnek a felvetésére is reflektálnék, ugye azzal, hogy sokszor még a stratégiakeresés is ugye az ő, tehát ez egy olyan dolog, hogy nem is gondolták volna néhány évvel ezelőtt, hogy ilyen stratégiát csinálniuk kell. Tehát, hogy ugye van egy, nem tudom, egy pénzügyi tervezés is ugyanúgy van egy, nem tudom, munkaerőtervezés, nagyon sok területen ugye terveznek a cégek előre, és ez nem volt része a korábbi stratégiatervezésnek. És amikor ugye mi is belépünk a mi tapasztalatunkkal, ugye próbáljuk támogatni ezeket a cégeket, ez az egyik fő kihívás az, hogy hogyan induljanak neki ennek az egész dolognak. Tehát tudják, hogy szükség van rá, látják azt, hogy a piacon ezt nagyon sok szinten alkalmazzák már most is, a technológia az gyakorlatilag egy sebes vonat sebességében rovog tovább mellettük, és van egy úgynevezett ilyen FOMO is, ami ez a fear of missing out, tehát attól félnek, hogy kimaradnak ebből az adott dologból. Tehát, hogy ez a fajta nyomás rajta van a vezetőkön is, ami itt van. És legtöbb esetben ugye nem is feltétlen a technológiai tanácsadás, vagy a technológiai tapasztalat szükséges hozzájuk, hanem az, hogy a megfelelő irányt lássák abban, hogy milyen irányba kell indulniuk nekik. Mik azok a prioritások, mik azok az alkalmazási területek, ahol valószínűleg az elkövetkezendő egy-két évben nagyon nagy fejlődés lesz, illetve ezzel tovább tudnak menni. Amit még ilyen tapasztalatból én elmondanék és hozzátennék, és ez tényleg egy nagyon általános vélekedés, hogy ugye ezek az AI-s projekteken indultak most már ezért néhány évvel ezelőtt, és pontosan a technikának az újdonsága miatt nagyon sok esetben ezek pilot projektek voltak. Tehát nem úgy volt, hogy tudtuk, hogy nem tudom, egy gyárnak a felhúzása az ezzel jár, ennyi idő, ennyi feladat. Nagyon sokszor a sikerek nem voltak mögötte, de volt, amikor exponenciálisak voltak ezek a sikerek. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon hatalmas hatást tett ugye a szervezetre, vagy éppen az üzletre az adott esetben. És a vezetők részéről is látunk egy olyat, hogy egy ilyen bizalmatlanság, hogy elég nehezen mérhetőek ezek az eredmények az AI területén, hiszen egy teljesen új területről beszélünk. És ebben próbálunk nekik is mi is segítséget adni, hogy milyen valószínű kimenetele lehet ennek az adott dolognak, illetve ezeket a riszkeket úgymond csökkenteni. És mellette, amit említettem is, az, hogy más iparágokból is nagyon sok minden felhasználható. Logisztika nem csak az autóiparban van például, vagy nem tudom, a human resource-nak a kezelése nem csak az autóiparban van, mint kihívásként, és hogy ezeket a tapasztalatokat hogyan tudják ők is belerakni, mert lehet, hogy pont a versenytársuk nem alkalmazza ezeket a fajta dolgokat. Szóval egy ilyen fajta megközelítést szoktunk főként alkalmazni, ami tényleg egy kicsit jobban holisztikusabb, de ugyanakkor az adott cégre van személyre szabva megfelelő módon. Ez volt tehát a beszámoló az Eiffel Műhelyházban rendezett konferenciáról, amelynek középpontjában a mesterséges intelligencia alkalmazása volt. Jó, hogy itt voltak velünk! A Napraforgó megújuló energiamagazin ezúttal meginvitálta önöket, annak részletesebb kifejtésére, hogy a Napenergia Plus programról szóló friss kormányhatározat a gyakorlatban azt jelenti a portfólió kormányzati körből megerősített értelmezése szerint,
hogy a kormány lezárja a két éve elindított 201 milliárdos lakossági napelemes és fűtéskorszerűsítési pályázatot, azaz nem hirdeti meg a korábban tervezett második pályázati kört, és az így felszabaduló forrásból indítja el a 75,8 milliárdos keretösszegi új programot. Szóltunk arról is, hogy a magyar kormány novemberben 60 milliárd forintos programot indít az elektromos autók elterjedésének támogatására. Hallhattak részleteket arról is, hogy megjelentek a magyar villamosenergia és földgázrendszer 2022. évi adatait bemutató kiadványok, ezt tette közzé a Mavir. Fölidéztük, hogy a Nemzetközi Energia Ügynökség szerint ahhoz, hogy az évszázad közepére nettó nulla energiarendszer jöjjön létre, és a globális felmelegedés 1,5 Celsius fokra korlátozódjon, a világnak 2030-ig meg kell háromszoroznia a megújuló energiaforrások beépített kapacitását, és meg kell dupláznia az energiaintenzitás javításának éves ütemét. Most már csak annyit. Következő műsorunkra is várjuk Önöket. Addig is minden jót mindenkinek!